Polgármester úrunk, Felperes, engem a környezetkárosítás bűncselekvényével vádol szinte ebben az ügyben, mert én azt állítottam róla, hogy a hőerőmű vezérigazgatójaként végzett tevékenysége, amivel durván 3 millió fa landolt a hőerőmű kazánjaiba, a környezetet károsító tevékenység volt, hiszen ezek az erdőkön, az erdők tájsebein látszanak. Ezzel ügyvédem szerint a hamis vád bűncselekményi tényvállásához közeli állítást tett. Ezen kívül a keresetet kiegészítette becsületének megsértésére vonatkozó, személyiségjog megsértésére vonatkozó indítvánnyal. Egyet szeretnék mondani itt a sajtónak. A Sólyom László 2008. júniusában, amikor itt járt, megmondta, hogy a pécsi hőerőműben történő biomassa program nem más, mint fatüzelés, aminek következménye erdőirtás. Érthetetlen, hogy miért nem a környezetvédelemről híres köztársasági elnököt támadta ekkor. Én sem mondok mást, sem többet, nem sértette meg jobban a személyiségét. Sem a jó hírnevét, sem a becsületét. Mit szólsz ahhoz, hogy most mégis elmélet, mert te mondjátok? Mondjuk ez a bíró hibája, de mégis mit szólsz hozzá? Igen, itt személyes megjelenésre kellett volna kötelezni a Felperest, aki eljöhetett volna, hiszen a legutóbbi tárgyaláson a meghallgatása nélkül félbe maradt az ügy. Nem tudtuk föltenni hozzá a kérdéseinket, amit mihez ragaszkodunk, és a jövő tárgyaláson ezt kívánjuk folytatni. Igen, ebből rájött Felperes, hogy ez az 500 000 forint személyiségvédelmi sérelemdíjnek nincs meg a jogalapja. Ebből visszatáncolt, erre vonalatkozó keresetétől elállt, és a Halmos Péter úriemberként járt el, ügyvédként semmiféle ügyvédi munkadíj igényt nem jelentett be.